Csókollak Rádió Podcast. Csaosztok, sziasztok, csókolom mindenkit, ez itt a Csókolak Rádió Podcast 6. adása. Én Lakatos László vagyok, itt van velem Nyilas Hajnalka. Hello, sziasztok. Én Zsiga Ottó bátyám. Sziasztok, csókolom mindenkit. Nagyon szépen köszönjük, hogy hétről hétre egyre többen is többen hallgattok minket, illetve az, hogy rendszeresen adtok nekünk témajavaslatokat, továbbra is erre sarkalnánk, vagy kérnénk titeket. Írjatok nekünk nyugodtan kommentet, témákat, véleményeket, vevők vagyunk rá. Most pedig kezdjük el a mai adást. Mostanában nagyon sokan látták ezt a Tinder csalót, a Tinder Swindler című filmet, ilyen dokumentumfilmet a Netflixen. Itt röviden arról szól, hogy van egy izraeli szélhámos, aki télem aztán 18 éves kora óta így svindlerkedésből, meg csalásokból él. Simon Hajut? Az eredeti neve az, hogy Simon Hajut, de egyébként Simon Levivnek hívják, vagy hívja magát a Tinderen, illetve így a közösségi médiában. Na, nem nagyon variálta meg a csávó. Na mindegy, és több mint 10 millió dollár csart ki különböző hölgyektől. Rengetegen képzeljétek el, a hölgyeket hibáztassák, szerintem beszéljük ki ezt mi is, mi hogy látjuk. Ugye az történt röviden, mert Otto is látta, meg Laci, te is láttad a filmet, hogyha jól tudom, meg én is láttam, de ha hallgatók nem látták, akkor ugye azt csinálta a csávó, hogy így tulajdonképpen a bizalmába fogadta a hölgyeket, majd utána különböző attrakciókat hajtott végre, hogy ő most éppen bajba került, meg ő egy nagyon befolyásos ember, és akkor nem tudta használni az American Express kártyáját, adja oda neki a csaja kártyát, megutaljon pénzt, stb. És effektíve mindig abból csajozott, amit egy másik nő küldött neki, és így több száz millió forintot lehúzott bizonyos hölgyekről. Valóban én is olvastam ilyen cikkeket, hogy nagyon sokan a csajokat hibáztatták emiatt. Én nem gondolom azt, hogy feltétlenül a nők lettek volna hibásak, hisz a csávó, Simon, nem 2 nap után kért a nőktől pénzt, hanem volt, akivel másfél éves kapcsolatban is volt. Nem, hát azok a csajok, akik fönt voltak ebben a dokumentumfilmben, amit ugye láthatunk a Netflixen, ott ilyen 1-1,5 hónapos ismerettség után volt. Tehát, hogy csak annyira előadta magát a hapsi, hogy ő a hőszerelmes meg minden, hogy a csaj tulajdonképpen teljesen a bizalmába fogadta. Igen, igazad van, de voltak olyan nők is az életében, akikkel nagyon sok hónapig beszélgetett, illetve évekig barátkozott. Évekig együtt voltak, pont ő buktatta le, akivel évekig pontosan együtt pontosan, én azért mondom, mert hogy ez ténylegesen így volt. És hogyha te valakivel együtt vagy egy fél évet, 3 hónapot, 8 hónapot, tök mindegy, akkor azért nem feltételezed róla, hogy ő csaló. Tehát ezek a nők jóhiszeműek voltak, hisz hogyha mi most egy pár lennénk fél év után, és én azt mondanám neked, hogy én most nagyon rossz anyagi helyzetbe kerültem, és te tényleg szeretsz engem, akkor te fogsz nekem segíteni. Persze, hajni neked egy ilyen megosztás, hogy hogy kell beosztani a pénzt. Nem adsz, hajni? De adtam volna. Tehát de. Én most fölhívlak téged, és halálosan szerelmes vagy belém, és de. Előtte adtam neked egy óriási nagy körítést, hogy nekem luxus hajóim vannak, repülővel utazunk, saját repülővel, Rolls-Royce-szal közlekedünk. Nem feltételezed rólam, hogy nekem anyagi problémáim vannak. Nyilván nem feltételezem, és adtam is volna pénzt, de nem érzem feltétlen életszagúnak ezt a dolgot. Tehát, hogy amikor van egy ilyen applikáció, mint a Tinder, nem hiszem, hogy valaki egyébként általában milliárdosnak adja elő magát, vagy stb. De várjatok, szerintem itt az a fő probléma, hogy most mindenki a Tinderre van fennakadva, hogy jó, hát azért, mert Tinderen. Mostában hol ismerkednek az emberek? Hogyha teszem azt, akkor bemész egy bárba, megismerkedsz ezzel az emberrel, kivisz téged a Rolls-Royce-ba, beültet, elmentek magárepővel a nem tudom hova, akkor hát ez már teljesen más, mert nem a Tinder. Szerintem nem a Tinderen van a hangsúly, csak a Tinderrel. Szerintem azt érte el, hogy az ő módszereit itt tudta automatizálni. Jó közvetítő volt igazából a Tinder ezzel kapcsolatosan. Igen, és nem csak szerelmet talált, hanem például volt olyan hölgy, akivel remek barátságban lett, és őt is lehúzta. Szóval azért mondom, hogy tényleg egy nő szerintem biztonságra vágyik, és akkor azt látta, hogy a férfinek tényleg megvan az a biztonság, amit a nő vágyik. Jó, hogyha ti Tinder-svindlerek lennétek, akkor így mit tennétek fel a Tinderre, vagy milyen fotókat, vagy milyen kábító szöveggel? Tehát megkértelek titeket, hogy töltsétek le ezt a Tindert, meglássuk tényleg, hogy milyen a felhozattal, megcsináltátok a házi feladatot? Én letöltöttem, igen. Természetesen én is. Na, Otto, adjad, itt tudsz mellettem, hagyd nézzem.
ott a Tindert kellett letölteni. Miért is nem azt töltöttem le? Ez valami Tinder meet, és ráadásul internetből. Te szexterizit töltöttél le? Micsoda? A szexpartner keresni. Azért... Te öreg pervers, ki ilyen? Percenként a felkéréseket, hogy küldjek 300... Húztál jobbra vagy balra valakit? Nem, mert itt csak 300 oda néz, itt van, oda néz. Székesfehér küldj 300. Ezért kábította az úton 300 forinttal. Ott egy szexpartner keresőt töltöttél le. És ő velem akarta megfinanszíroztatni. Gondoltam, egy ezresből meg vagyok. Három gázsú. Várjál. Üzenetküldő felület. Aha, várjál, rámegyek 25 kilométerre. Ne ülj meg, most tényleg én rosszat töltöttem le? Igen. De te miért töltötted le a szextárs keresőt? Engedd meg, mi a neve? Miért, ennek mi a neve? Ez nem Tinder, Tender, párbetű. Nagyon sokat számít. Ezek a rohadt tébetűk. Hogy beúzik az erdőbe. Kezdeményezhet. Ott 300-400 gágyi van. Mit csináltál te? És akkor most itt nekem mi a feladatom? Neked itt már semmi nincs. Mint osztályfőnöknek, aki kiadta a házi feladatot, most itt mi a feladatom, tanár úr? Írnak a gágyik, innentől átveszem. És fészapos képeket töltöttél fel? Én eredetit. Tehát én nem csaltam. Isten. Azért azt hozzá kell tennem, hogy nem csaltam. Ember, te megadtad a saját adataidat. Nem úgy kellett letölteni a Tinder? Jézus Mária. De... Jó 50-55 éves pervez disznó. Te imádták, mert még mindig jön a felkérés, hogy küldjek 300 forintot. Most én csináltam reggel egy összegzést ezzel kapcsolatosan. 70 nő volt, azt hiszem 70 vagy 75 aki nő volt. Aki 300-at. Aki szeretett volna tőlem kérni 300-at, és valami 22.500 forintnál tartanék, hogyha én ezt befizetem. De azóta mi van, ha befizeti? Mi történik? Tudok velük csetelni. Tényleg? Aha, akkor elküldik a pervez képeket. De várja, hogyha ez Betty meglátja, akkor milyen úristen lesz látom, majd? A Betty is fenn van. Otto, nagyon szépen köszönjük, hogy a Tinder-svindleres témára felkészültél. Rendben, akkor szerintem ezt hagyjuk is hajni. Kíváncsi, hogy milyenek a férfiak. Nekem sikerült, én a sima Tindert töltöttem le, de ha gondoljátok, akkor beállítok egy... Hagyd nézzem már, jó, beállítok egy keresés, balra húzd, légy szíves, jó, nehogy jobbra húzzál nekem. Miért, valami. Hogyha balra húzod? És bocsáss meg, csak úgy van, hogyha így rákattintasz a fotójára, akkor láthatod a többi fotóját is, jó? Konkrétan itt van Frantisek nevű fiatalember, mert hogy nekem külföldieket is dobál a Tinder. Figyelj, kapásból a volt feleségét, és a két gyerekét fölrakta. Tehát, hogy ezzel csajozik, nem, a manusz. Mert ezzel a külföldi? Aha. Sokkal több a családi potlék, mint itthon. Amúgy igen. Na mit látsz, Laci? Oda a kisgyerekeket, ez pályamunka. Nem tudok. Ilyet tudok. Szeretnél? Nem tudok oda menni hozzá, csak fordítsd már felém a képeket, hogy nézzem meg. Szakáll be van vágva. De mi a jó? Kicsit pufók arca van. Ez kolbász? Ahmed, 33 krisztusi korban van. A beiratkozásban vagy gondolom, itt van az, hogy mit mondál magára, annyi, hogy maybe, talán. Talán? Hát ilyen rejtélyes. Aha. Cigizős kép, úristen. Na most ehhez képest, ha ilyen palik vannak fönt, akkor hol vannak hát a svindlerek a Rolls-Royce-szal? Ott ez egy salgó tarján. Salgó tarján és Ahmed. Igen. Nem rossz. Igen. De húzd balra, kérlek, menj, jöhet a következő. Balra? Balra, nehogy jobbra húz nekem. Most húzta jobbra. Balra húzta jobbra. Valami történt. It's a match. Az történt. Nem mondod? De. Jobbra húztad? De akkor igen. És írta, hogy match? Igen. Úristen. Ahmed már megvan. És egy ázsiai. Igen. Butha ott van a hátam mögött. Most akkor jobbra vagy balra? Balra húzzad már, de most... De merre van az? Add már ide. Most nem félj. De hallott, tényleg bemeccselt nekem Ahmeddel. Add ide a telefonomat, légy szíves. Kérlek, add ide a telefonomat. Nem hiszem el. Mi most kimeccseled? Kifel, de hogy nem tudom kimeccselni. Én írok neki, hogy... Add ide, légy szíves, menjünk tovább, nézzük a többi manuszt. Tessék a következőt, kommenteld. A fiatal ember neve Yang Xiaong. Elmentünk arra az oldalra? Már lehet, hogy a Tigris piacon árul néz, vagy nincs ott kint fotó? Olyan ismerős, nem ez a villanyosok? 1500. Most az írt a ledesni. Hi, egy megijedős jel. I'm not az bad. Milyen a megijedős jel? Nem látjátok az arcomat.
kedvencei nyilas. Azt a betyár mindenit. Mondom, ez a horoszkóp. Azonnal húzd el balra. Nyilas hajnalka, ez 100%-os. Fica a dohányzó srác, itt él. Szerintem ez csánk tartomány. Nem tudom, kínai írásjelek vannak, vagy receptek. Hogy nézzem meg, Laci? 70 kilométer, hát ez hogy lemész? Borsod tényleg, vagy dömsöd gyerekek, nem értem. Mi, már van egy sajgóltal, Jáni? Nem, kicsit jobban megnézem Bruce Lee, vagy az Ip Man. Léci húz barna, jöhet a következő. Húzom. Viszont, ha Győzit felhívjuk, lehet, hogy segít neked. Nem anyja. Ki az? De ez mi? Ez biztos, hogy ez az az applikáció? Igen, csak azt a nevet töltöttem fel, hogy Jane Doe, ezért gondolom dobál nekem különböző neveket. Jane Doe? Nem fogom feltenni saját magam, ne szórakozzatok. Igen, mert van a John Doe, tudod, ez a ismeretlen nevű férfi, és akkor Jane Doe. De akkor én mi voltam ennyire pali, egy szexoldalra fölraktam magam úgy, hogy van két gyerekem és egy feleségem. Hát ez az! Hát ez az! Hát ekkora palit. És én beírtam a Franco e-mail címemet, minden. Remélem a bankkártya számodat is megadtad. Na végre nincs, találtam olyan egy magyart, várjatok. Gyerünk. Máté 39. Vállalkozóként dolgozom, szeretek utazni, szórakozni, kirándulni, bármit, ami kikapcsol. Nyitott vagyok szinte mindenre, nem tartom magam unalmas embernek. Mellettem igazi nőnek érezheted magad. Nem tudjuk fölhívni őket? De hogy is. De miért? Mert nincs megadva telefonszám, Otto, ez az de a lényeg. Itt nincs olyan alkalmazás, hogy mint a Messengeren, hogy fölhívjuk őket? Nem, ez egy tök biztonságos applikáció. Tehát, hogyha jobbra húzod, akkor messzelsz vele. Ha balra, akkor is. Itt van a tiéd. Hajni és Windler. Hát ez nagyon nagy kép. Mondd el, mit látunk vizuálisan, kérlek. Attila 37 éves, 14 kilométerre van tőlünk. Gyönyörű fizimiskája van. Egy óriási nagy tokával. Ez van az, amikor ott, hogy lefelé tartod a telefont, és én hülyeskérésből szoktam ilyen képeket készíteni. Tudom, az idősek nem látják, hogy most a selfie kamerába kell nézni. A toka fel van csúszva az álláig, ezt nem megijedt. Valószínű, hogy boxolhatott, vagy nagyon megverték a kép előtt, mert hogy az orra szana szét van roncsolva. Édes Istenem, ezeket dobálja nekem a Tinder? Hát a hozzád való pasikot. Húzd el balra, jó léci. Tényleg, de állítsuk már át, akkor most arra, hogy a nőket hagyd nézzük meg. Beállítások után egy kicsit most állítgattunk. Jane Doe-ból John Doe lett, úgyhogy férfiak vagyunk, és hölgyeket keresünk. Annyinak szereztem két manust. És én már találtam is. De mit látsz? Bettit. Betty 33, kiskezi csukolom. Én tudtam, hogy Betty, ha hazaérek. A város váltottam, Edina 33. Ezek az unalmas, sablon idegesítő kérdések, amiket naponta 770-szer is megkapok, mizú, mi állatban itt, hogy telik a nap, napod, hogy vagy, mi ott csinálsz, agyrém, ha csak ennyi megy, léci, ne írj. Hát, Edina, nem tudom, lehet, hogy nézem, rengeteg időt tölt itt az edzőteremben, és kicsit idegesnek tűnik nekem. Edinától én például félek. Brigitta 48, 141 kilométerre. Furcsa, hogy amikor férfiakat néztünk, olyan, mintha itt álltak volna az ajtóban. Jaj, nagyon sovány a Brigitta. Szőkehajú, napszemüvegben van. Tenger, nem tudom, hajón van, és a tengert nézi. Érdekes testtartása van. Én örülök neki, hogy 141 kilométerrel lakik, mert nem valószínű, hogy fogok vele találkozni. Kiúszol hozzá ott. Mehetünk tovább. Várjatok, beállítom a keresést fiatalabbakra, hogy mondjuk a fiatalok mit dobálnak. Igen, azt meg lehet nézni. Mert most nekem a keresési feltételeim az idősebbek között voltak. Tehát, hogy tényleg, akkor te jó használtad magadnak keresőt. Igen, magamnak jól beállítottam. Na mondjátok, mi legyen a korosztály, meddig vigyem le? Mert mi a kezdő korosztály? 23 mondjuk, 23-tól 30 hatig. Ne, nézzük meg egy generációt. Mi a legalsó határa? A 18, nem? 18-tól nézzük 22-ig csak. Ez a kedvencetek, mi? Nekem nem. Nekem se, én is utálom pont azért. Hát a kislányom 22 éves. Na, nézzük. Na, tessék, adom. Rendesen jó. Alexandra 22, oroszlán nem dohányzó. Bátya, nézd meg, örökbe fogadnád? Mert nekünk akkor ezt ilyen szemmel kell nézni. Ő nem 22. Szerintem se. Maradjuk annyiba. Ott van, igen, be van csillagozva, csillag 26. Szóval szemről megmondtad. Tényleg? Igen. Pap 22, ő is kitakarja az arcát.
Hát a kedvencem az, amikor a palik is föltesznek ilyen maszkos fotókat, vagy mondjuk egy hallal kitakarják magukat, az még a kedvenc egyébként. Tehát azt figyeltem meg, hogy ilyen horgászós képek vannak, óriás halakkal, illetve még a maszkos fotók, és amitől még tegnap lezsibbadt az agyam, amikor így megnéztem, hogy mégis miről fogunk beszélni, ha már a Laci adta ezt a házi feladatot, akkor megnéztem, hogy mi van, az meg a szelfik, tehát a liftes szelfik. Tehát egy csomó pali áll a liftben, és csücsörítenek. De kell a tükör a háta mögött, igaz? Igen, lássak a bult. Persze. Akkor megállapíthatjuk, hogy nincsenek svindlerek a Tinderen. Dehogy nem. Biztos. Hát ő például szerintem sokat nem tudta meg az érdeklődési köréről, csak arról, hogy az a víz mellett szeretlen. Azért maradjunk már annyiba, és nem kell, hogy osszátok a véleményeteket velem. A nőktől nagyon svindler nem kell. Ez így van. De most akkor ti hogy látjátok? Azt, ahogy én mondtam neked. Most akkor szerintetek milyen a Tinder felhozatal? Most láttunk néhány palit, borzalmas. A nőkből van a legtöbb szélhámos. Már úgy megy, hogy a villanyszámla be van téve neki a zsebbe, és véletlenül kicsúszta. Jaj, majd ki kell fizetnünk ezt is. Persze, ottól nem tudok most átkoncentrálni, az idegtől nem tudok enni a számlák. Hát persze. Tehát a nőktől tisztelet a kivétel, nagyon svindler nem kell. Ott akkor te azt mondod, hogy a nőknél nagyon svindler nem kell, viszont kíváncsi, hogy a hallgatók mit szólnak ahhoz, hogy a férfiak vagy a nők azok, akik ilyen nagyobb svindlerek vagy rámenősek. Még a hölgyekről szokták ezt mondani, hogy aranyásról, meg rengeteg ilyen YouTube videó van, hogy a drága kocsihoz oda sétálnak, és akkor azonnal beszállnak. Mondjuk szerintem pont a Tinder svindleres csávót, ezt a szájónak pont azért vették elő, hogy akkor ezek szerint van egy másik oldal is a történetnek. Lehet a férfiak jobban csinálják, és nem bukunk le. Vagy... Én azért hozzátettem, hogy a tisztelet a kivétele, tehát ez nagyon fontos, nem minden nő, de vannak azok a nők, akik... Lehet, hogy 95%. Nem. Írjátok meg kommentbe, szerintetek ki a nagyobb svindler, a hölgyek, inkább vagy a férfiak. Következő témán, képzeljétek el, több millióan élnek már párkapcsolatban, na jó, nem csak sima kapcsolatban, csak annyira, hogy a párkapcsolatra átköttünk a Netflix-szel, hogy az emberek átlagban ilyen 3,2 órát legalább eltöltenek ott naponta. 3 órát? Igen, hát belegondolsz, az egy 3-4 epizód. Nem sok egyébként. Egyébként valójában nem, de ha azt teszed, hogy mondjuk valaki elmegy reggel dolgozni, ledolgozik 8 órát, utazik, elmegy boltba, stb., és mondjuk hazamegy délután a saját szabadidejéből eltölt 3 órát, akkor mikor él, vagy mikor él közösségi életet? Ez egy nagyon nagy jó kérdés, hogy képzeld, az egyik kommentelő, kis Kökény Panna, Pannika, ő is írt nekünk egy ilyen témát, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha lenne egy ilyen mobilmentes vasárnap, amikor tényleg mindenki kikapcsolja a telefonját, lemegy a közeli parkba, találkozunk a barátainkkal, hogy mi egyáltalán részt vennénk ilyen nappal, és hogyha igen, akkor mi is ülnek ki belőle, hogy reagálnának rá az emberek. Úgyhogy Panninak ezúttal is köszönjük szépen ezt a témát, mert pont idevág, és tényleg aktuális, mert nagyon kevés embert látok, hogy így le tudják tenni a telefont. Netflix-el kapcsolatosan én azt gondolom, hogy a gyerekeink idejét rabolja a legjobban, mert különben nekik készülnek legtöbbször olyan sorozatok, amik őket lekötik. Egyébként én egy ültőhelyemben megnéztem a Nagy pénzrablást. Mind a 6. 6. 6-ot nem tudtam, 5-öt megnéztem, és a 6. vagy a 7. jött ki, később már nem tudom. Akkor az 5, de én már láttam a 6-at is. Tehát akkor én megnéztem 4-et, és akkor az 5-re vártam. Az úgy, ahogy van, megnéztük. Én is, hogyha elkezdek sorozatozni, én nem bírom abba hagyni. Inkább nem alszom. Megnézem, és én egy ültőhelyemben tényleg úgy, hogy egy évad alsó hangon. Hogyha jó is elkap, és be tud szippantani. Hajni? Engem is beszívnak a sorozatok. Most néhány héttel ezelőtt beteg voltam, és akkor szinte egész nap párkapcsolatban voltam a Netflix-el én is. Egyfajta sorozatot néz. Én inkább arra helyezném ki hangsúlyt, hogy én például nem tudnék egy mobilmentes napot végigcsinálni. Én annyira sokat nyomkodom a telefonomat, mert hogy én mindent a telefonomon csinálok. Ott e-mailezem, ott telefonálok, ott messengerezek, ott viberezek, ott beszélgetek, stb. Tehát mindent a telefonomon csinálok, egész nap pörgetem a telefonomat, nekem például le is merül egy reggeltől mondjuk délutánig, főleg, hogyha nagyon sokat nyomkodom, pedig jó az akkumulátor a telefonomon. Aki tinderezik, gyorsan pörög az idő azért, meg az akkumulátor. Hi, baby.
Szóval, hogy én nem tudnék egy mobilmentes vasárnapot kibírni, de nagyon jó a felvetés, mert valójában én is azt gondolom, hogy annyira sok időt veszel a telefonom a saját életemből, és akkor sokszor nem menjünk el amellett sem, hogy mennyire sokszor van az, hogy nekem is van olyan barátnőm, akit nagyon szeretek, de nagyon ritkán találkozunk, és inkább csak messengeren kommunikálunk, ahelyett, hogy mondjuk szánnánk arra időt, hogy megfogjuk magunkat, és elmenjünk sétálni egyet, vagy igyunk egy kávét, és inkább messengeren megbeszéljük a dolgokat. Igen, csak az a baj, hogy amikor elmész sétálni valakivel, akkor is valamiért a telefon a kezedben van. Igen. Jó, az mondjuk egy tiszteletlenség, de akkor más különben én is nyomkodom. Ha azért mondom neked, tehát valaki biztos föl fog írni, valaki biztos fog neked írni messengeren vagy Viberen. De most mondok valamit, tegnap volt 2 órám, amikor valami tök mást kellett csinálnom, mint amit általában szoktam, és lehalkítottam a telefonomat. Figyeljetek, de a második óra végén volt 16 nem fogadott hívásom, 38 üzenetem, és a többi. Tehát akkor jobb, hogyha fölveszem, nem? Hát más, amikor tényleg hívásod van, vagy valaki keres, akkor valaki akar tőled valamit, mint amikor céltalanul nyomkodod, és csak frissíted. Na most ezt elmondanám nektek, meg Paninak is üzenném, hogy például én régen nagyon nagy függő volt, hogy én állandóan pörgettem, stb. De most nemrég lecseréltem a telefonomat, és egy kicsit így átnéztem így az applikációknak a beállításait. Szóval én tényleg nagyon sok időt töltök a social médiához, az embereknek tudniuk kell rólam, hogy mit csinálok, hol megyek így a munkám miatt, a színháztól kezdve, most már a rádió, és tényleg az embereknek képbe kell lenni. Szóval, hogyha nincsen social média, akkor nekem nagyon visszaesni így a bevételem, mert az emberek nem tudnák, hogy hol vagyok, mit csinálok, stb. Úgyhogy nekem muszáj volt nyomkodni, de én éreztem, hogy nekem ez már gáz, hogy túlestem a ló túloldalára. És amióta én nem tudom, tavaly évvége fele lecseréltem a telefonomat, akkor én beállítottam nagyon sok minden. Mondom nektek, mire gondolom. De mit lehet jól beállítani? Az összes értesítést kikapcsoltam. A Facebooktól, az Instagramtól kezdve mindenen. Egyes egyedül a Viber jelez, vagy Viber, nem tudom, hogy mondják, csak az jelez nekem, mert az asszonyot szokott írni, meg a barátaimmal van egy Facebook csoport, nem Facebook csoport, Viber. Viber csoport, és velük szoktam ott beszélgetni. Akkor hajni, nekünk is ott kell őt keresni. Igen. Akkor most már értjük, hogy miért nem nézi meg az üzenetet. Akkor órákon keresztül nem reagál a Laci. De ezt elmondhattad volna nekünk, annyi azért. Nyugodtan, ez nem kellett volna azért kökénypanni, hogy ez, hát köszönjük, Laci, hogy azért elmondtad, de köszi. Ránk nem kíváncsi, mi nem vagyunk a barátok. Igen, mi nem tartozunk. Nem vagyunk Viberesek. Nem vagyunk a belső körében. Jó, most ne vegyétem, de pont ez az, hogy nem pörgetem se a Facebookot, semmit, hogy akkor én is ottóval akarok beszélni, most már felhívom, nem nagyon írogatok neki. Akkor írok, amikor tényleg már nincs időm, vagy később nem akarom zavarni, de a fontos dolgokat tényleg már azt csinálom, hogy vagy telefonálok, vagy kész, és mondom, már nem pörgetem annyit, le van rakva, és nem nyúlok hozzá. Szóval nekem szerintem az előző telefonomhoz képest, már Otto említett, hogy van egy olyan funkció, hogy a telefon meg lehet nézni, hogy mennyit nyomkodod. Nekem szerintem egy 80%-kal leesett, és csak azért, mert kikapcsoltam így az értesítéseket. Mert ránézek a telefonra, látom az időt, keresette valaki, van-e nem fogadott hívásom, és utána kész. Egyébként meg tök jó megoldás mondtál. Igen. De esküszöm nektek, hogy most ezt a tapasztalatból. De ezt komolyan mondom neked, attól függetlenül, hogy nem vagyunk abba a körbe benne, amit megkapsz üzenetet, de ez egy nagyon jó ötlet különben. Tényleg, mert nagyon sokszor azért nyúlsz a telefonodhoz, mert valami pittyeg. Igen, pittyeg. Tehát azért fogod megnézni, és hogyha már a kezedben van, akkor megint előjön az a függőség, hogy akkor most akkor pörgessük a Facebookot, nézzük meg a TikTokot, nézzük meg az Instagramot, és de akkor eltelt 2 óra hossza vele. És mi van azzal, hogy miért van az bennünk, vagy legalábbis én nagyon gyakran érzem magamon, hogy azonnal akarok válaszolni. Tehát jön egy üzenet, és tökre nem fontos, de elkezdem nyomkodni, és belemegyek egy társalgásba, mondjuk 20 perc, fél óra, stb. És közben meg olyan dolog, amit mondjuk lehet, hogy telefonon, hogyha fölhívom, fél perc alatt elintézek, vagy egyébként is mondjuk tökre olyan, ami tehát ráér, de hogy azonnal jön egy üzenetem, és azonnal már nyomkodom vissza, hogy akkor én most válaszoljak erre. Miért érzünk kényszert arra, hogy azonnal válaszoljunk? Szeretet hiány. Szerintem az is lehet egyébként, de most ne vicceljük el. Szerintem azért, mert az ember vágyik a boldogságra, és hogyha valamit megcsinálsz, akkor te boldogságérzetet érzel. Bármilyen feladatot ellátsz, akkor utána kapsz egy ilyen, de jó, megcsináltam. Ezért mondják azt, hogyha például egy napig akarsz boldog lenni, akkor rúgjál be, ha egy hétig, akkor házasodj meg, hogyha tényleg örök életedben boldog akarsz lenni, akkor meg kertészkedj, mert ott mindig akad valami feladat, amit el kell végezni, és amint azt megcsinálod, akkor én boldogságérzeted lesz. Neked is ezért lehet az, hogy amikor valaki ír, akkor azonnal válaszol, és akkor jó érzésed van, mert azt én
lezárt ügynek tekintett, hogy akkor az le van tudva. És mondom, én ebbe látom a kulcsot, hogy mondom, amióta én kikapcsoltam így ezeket az értesítéseket, azóta nem nyomkodom annyit. Illetve amit Otto mondott, hogy akkor megfogja a telefont, így autópilótára kapcsol, szerintem az ember agya, tényleg becsukod a szemet, szerintem ugyanúgy be fogsz tudni lépni az applikációkba, tudod, hogy hanyat kell húzni hova, illetve előbb te kerested a fejeden a szemüveget, és automatikusan nyúltál oda. Szóval szerintem ezek a telefonok, meg hogy belemész a Facebookba, megpörgeted, annyira automatikus, igen, a mozdulat. Berögződés. Mondom, én az embereknek ezt tanácsolom, hogyha tényleg nem fontos, akkor kapcsoljátok ki, mert amit Hajni is mondott, valami nagyon-nagyon fontos, lehet telefonálni, vagy meg lehet oldani a kommunikációt. Én ezt erre biztatok mindenkit, hogyha szerinted sokat telefonozol, az összes értesítést kapcsolt ki. Csak akkor lásd, ha belelépsz. A válaszadásod, meg hogy rögtön van válaszadásod, én azt gondolom, hogy az abból fakad, mert emberileg is egy csodálatos ember vagy. Tehát te az az ember vagy, aki ellátja a feladatait, és mondjuk... Még pluszt is belevisz. Igen, és nem tudod azt, hogy mennyire fontos az, aki írt neked, és te ezzel szeretnéd az emberiséget kifejezni ő felé, hogy te rögtön válaszolsz. Mert vannak azok az emberek, akiket egyébként meg gyűlölök, hogy leírsz, kérsz, beszélsz vele, és küld neked egy like-jelet. Jaj, hát attól én agyvérzést tudok kapni különben. A like-jelet, meg ezt a mosolygós, ellenszenves, kétszínű smiley-t megverni. Attól én tényleg megbolondulok. Tehát írsz valakinek valamit. Közben meg mégiscsak az van, hogy én is észreveszem, hogy nagyon sokszor egyszerűen elviszi az időmet, tehát hogy én minden nap korán kelek, és nagyon sokszor van, hogy mondjuk így este azért így próbálok kevesebbet mobilozni, de este látom, hogy van egy csomó üzenetem, amikre nem válaszoltam, és akkor fogom, és ahelyett, hogy aludnék, a saját életemtől veszem el az időt, meg a saját alvásidőmtől veszem el az időt, mert nekiállok akkor válaszolgatni, meg kikeresni, meg megcsinálni, stb. Stb. A másik csapda, amit mondasz, hogy nekünk is ugye van csoportunk ugye a Messengeren, ezek szerint nem vagyunk annyira fontosak, de mindegy, de hogy nekem is a munkáimból kifolyólag egy csomó csoportban benne vagyok, ahol mondjuk azonnali válasz kell egy csomó esetben, és akkor mit csinálok, megnyitom, és akkor én vagyok itt a segítő Hajnika, aki aztán rögtön válaszol valamire. Na, most én csak annyit mondanék, hogy a Messenger csoport az nekem munka, hogy például amikor te beteg voltál, akkor vagy felhívtalak, vagy pedig privátba írtam rá. Hát, hogy azért mi azt egyik hozzá, hogy mi a Csókolok Rádió podcastnek csináltunk egy csoportot, ahol tényleg berakjuk a cikkeket, a híreket, úgyhogy ott munka van. Azért ott nem nagyon reagálok. Hogy megcsinom a dolgomat, amiket kell, de titeket, mint személyeket, ott kivéve, azért közel éreznek magamhoz titeket, és pont azért inkább privátban vagy rátok írok, vagy felhívlak. Figyeljetek, nekem most már saját csoportom van, 400-an követnek most már ezen a Tinder, ezen a más Tinderen. Tinder, ez tender. A más Tinder, Tender, itt szúrtam el. Tenderen most már 400, most már vannak saját barátaim. Háremje van, és már tartozik te is 15 millió forint körülbelül. Kíváncsiak a hallgatóknak, hogy ti mit szólnátok Kökőny Panni felvetéséhez, hogy milyen lenne tényleg egy mobilmentes nap, legalább egy nap. Várjuk. Képzétek el, Ali, ott tudod ki, ő nyerte meg az X-faktort most legutoljára, egy fiatal 17 éves srác, ő is partnert keres. Ő az a fiatal srác, aki megnyerte az X-faktort most már. Nem csak, hogy próbálom beazonosítani magamnak, hogy a Gáspár Laci vett neki szemüveget. A szemüveges srácról beszélünk. Igen, azt nem tudom, hogy a Gáspár Laci vett neki szemüveget, a Bayer-nek a mentorátja volt. Jó, tudom. Gyorsan beszél. Képbe vagyok. Nem hiába, látjátok, aztán pont az előző adásban beszéltünk arról, hogy Gáspár Laci nem felejtett el, hogy honnan jött, úgyhogy akkor én innen is csókoltatnám őt. Meg azt mondják, hogy dög szemüveget nekem is, hogy én már bátja, hogyha úgy van. Nekem meg egy új lábad. Kettőt. Igen, mert úgy furcsán néznék ki. Igen, billegnék egy picit. Rántikával, mert tüttük. Dölöngél. Na mindegy, szóval Ali is párt keres magának. Azt nyilatkozta, hogy rengetegen írnak neki, ugye a 11 éves kislányoktól kezdve. Hol írhatnak neki, nem is 11 évesen már? Tinderen. Nincs, nem a Tinderen, Instán gondolom. De 11 évesek miért telefonoznak? Na mindegy, még ebbe is belemetünk, viszont 11 éves lányoktól kezdve 40 éves anyukákig. Ali, bármi van, akkor irányítsd át bátyjához, meg nyugodt szívvel. 300 akkor. Forint. Én is tudok 300-at még összeszedni. A srác azt mondta, hogy ő úgy van vele, hogy a szerelem az van, csak úgy fogja magát, és szembe jön vele, de olyan lányt szeret, aki tud töltött káposztát főzni, szereti zámbócsimit.
Ez a kettő hogy jön össze? Nem tudom, fogalmam sincs. Egyszer megvadulok én. És töltött káposzta. És a káposzta. Eszem én. Hát fontos kritériumok. Igen, nektek egyébként mi a fontos így párkapcsolatban? Hogyha nektek mi lenne így fontos kritérium, hogy te is Otto meghatározna lesz, hogy töltött káposzta is, mondjuk Járóka Sándor, vagy valamint vagy Jimmy helyett? Járóka Sándor. Nem, mert igazából meg nem tudok erre. Én nem vagyok szerintem erre a legjobb válaszadó, mert hogy mi nagy család. Nem voltak ilyen igényeit, hogy mondjuk tudjon mosni, főzni, takarítani, akármi? Ez de, a nulladik pont. De igen, mert egyébként meg az anyukádnak a mintájára szeretnél szerintem egy feleséget magadnak, mert hogyha anyukád kiszolgált téged egy életen át, vagy főzött rád, mosott rád, vasalt rád, akkor ugyanezt elvárod szerintem a feleségettől. De mondjuk, hogyha a Betty nem tudott volna töltött káposztát főzni, akkor... Nem tud. Allinál ez már válók. Hál' Istennek legalább Allinak nem kell a Betty. De most, hogyha teszem azt, valamit nem tudott volna, ami neked fontos szempont lett volna, akkor arra azt mondtad volna, hogy jó, hát akkor Bettikém, hagyjuk inkább ezt a sztorit. Nem, szerintem csak egyébként elviccel, tehát nem lehet, hogy egy recept miatt is, hogyha csak töltött káposztát lehet tud csinálni. Egész nap szól otthon az Ámbó Jimmy, meg két hónapja eszik a töltött káposztát, azt hiszem, az se jó. Most fiatal párokról beszélünk, igaz? Most összejönnek 20-22 évesen, 24 évesen. Nem várható el az egy fiatal lánytól, hogy mindent tudjon csinálni. Az idő folyamatában megtanulja majd. De hogyha nincs hajlandósága, és azt látod rajta, hogy nagyon lusta, és nincs kedve takarítani, nincs kedve főzni, mert sokkal könnyebb rendelni, akkor egy idő után azt megunod, és a szóvá fogod tenni, én azt gondolom. Fontos az étkezés. Én mindig szoktam mondani, hogy az a nő, aki nem tud főzni, az valami másban jártas. Ugyanúgy kirántja a húst, csak kiránt vele mást is. Nem, hát nekem alap dolgok, Otto egyébként jól megfogalmazta, szóval amiben én otthon felnőttem, hogy Andi mindig gondoskodott rólam, volt főtétel, ruhám rendben volt, tényleg olyan magasra tette így a küszöböt, meg a mércét, hogy ezért szúrt ki velemet, túltolta. Abszolút igazad van különben, mert az nagyon magasra van téve, és abban valakinek belekerülni, az egy rettenetesen... meg segítsen, megőttet. Nagyon nagy kitartás kell hozzá. A legnagyobb vizeken. Egyébként pont így van, mert egyébként képzétek el, hogy azt szokták mondani, hogy nem, például most mondok egy hülyeséget, vagy tényleg egy ettől távol álló példát, hogy például akik mély szegénységben vannak, és nincs ott vécé, és ki kell menni, hogy akkor egy pesti ember lemegy, vagy tényleg akinél be van vezetve így a közmű, stb. Úristen, hogy lehet így élni. Hogy azért furcsa, meg szembeötlő neki, mert nem azt szokta meg. És mindig ez a legnehezebb, amikor elérsz, megszoksz egy szintet, és az alá bemenni. Szóval akiknek nincs bent ott a lakásban, vagy a házban vécé, és ki kell, mert nekik az a természetes, azt szokták meg. És például nekünk ezért nagyon nehéz, hogy értsétek jól a példát, hogy mivel megszoktam, hogy édesanyámtól tényleg megkapok mindent, ez alá nem akarok bemenni. És pont ezért nagyon nagyok az igényeim. Oké, de hogyha vannak ilyen igényeid, és mondjuk az adott lány, aki neked nagyon tetszik, nem tudja ezt a szintet hozni, de ellenben jól rántja a húst, akkor ő belőle nem lehet egy hosszú távú partner. Megengedett, hogy válaszoljak helyetted? Persze. És szeretnék üzenni a fiataloknak ezzel a válaszadással. Amikor véletlenül két fiatal összekerül, és elkezdenek főzni, és véletlenül lány odaégeti mondjuk a rántott húst, akkor én azt szeretném minden fiúnak mondani, hogy senki ne tolja le az élete párját, mert én azt gondolom, hogy együtt, közösen ezt jól meg lehet főzni, csinálni, hogy abból majd későbbiekben egy isteni ebéd készüljön, hogy ne legyen ebből konfliktus. Persze, akkor legalább igyekszik, vagy így mondtad, hogy ott, hogy közösen együtt kell csinálni, nem tudom, van az a Leslie-nél film, amikor tudjátok, ott az agyakot, ott ketten csinálni. Láttam magam előtt, ott a kis kezeddel, a Bettyvel, ott a panírban rakjátok bele a húst, egymásra néztek, és akkor hatalmas csókcsaták meg minden együtt. Amit elkezdtem, azt hiszem, így receptre nem lehet így specializálódni, és ha ezt nem tudod megcsinálni, akkor kész. Mert rengetegszer csinálom például azt, hogy a Csillának állandóan küldöm a YouTube-on a videókat, hogy na, most ezt készítsd el, ezt csináld meg, így a repertoárt, azt lehet fejleszteni. Itt magán az elvekről van szó tényleg, hogy az ember mire hajlandó a másikért. Vagy tényleg, hogy van-e benne nyitottság arra, hogy ezeket megcsinálja. Erről szó szerintem az egész. Allival kapcsolatosan még van egy gondolatom,
hogy mennyivel jobb, hogy azt mondta, hogy Zambó Jimmy is szeresse a töltött káposztát, vagy hogy inkább olyan haja legyen majd a feleségének, mint Zambó Jimmynek. Tehát azért ez így jobb. Igen, jobban kijött. Most viszont a hallgatókra lennék kíváncsi, hogy nekik bármilyen elvárás, ismerkedés, kor másik felé vannak, és ha igen, akkor mik? Várjuk. Következő nagyon nagy ilyen általános dilemma vagy kérdés ugye a férfiak nők életében, hogy ki vezet jobban? Mert a nők felé nagyon sztereotíp a társadalom. Hajni, ne húzogasd a szemmelődök. Olvastam egy cikket ezzel kapcsolatban. Készítettek egy kutatást nők és férfiak között, hogy vajon ki tud jobban vezetni. És... már takarózik. Mondjad. És az jött ki, képzétek el, hogy a nők alapvetően tudnak vezetni, illetve jól vezetnek, viszont azok a dolgok, amik parkolás, tolatás, az ilyen manőverek az utakon, azokat a férfiak tudják sokkal jobban. De ebből kifolyólag nem lehet megállapítani azt, hogy most egy nő vagy egy férfi vezete jobban, mert hogy ez olyan szinten egyénfüggő bizonyos esetekben. Én a saját példámat tudom elmondani, hogy én vezetek nagyon régóta, de én például nagyon szétszórt vagyok, abból kifolyólag, hogy egyfolytában kihangosítózom természetesen, de csörög a telefonom, jönnek az értesítések, jönnek az e-mailek. De hát az jönnek a férfiaknak eszem is. Eszem közben, mindenfélét csinálok. Jó, de valahogy... Igen, sminkelek vezetés közben. De ez miért fontos egyébként? Mert hogyha most ért a piros lámpánál, vagy macsó átnéz, akkor lássod cserfes a száj. Igen. Tényleg? Igen. Ennyi az oka? Dehogyis, nem szoktam sminkelni a kocsiban, akkor szoktam sminkelni a kocsiban, hogyha nagyon késésben vagyok valahonnan, és mondjuk tudom, hogy nem akarok én nagyon natura arccal menni, akkor szoktam sminkelni, de szerintem nem lehet rendesen sminkelni az autóban. Én például tudok autóba vezetés közben nyújtózkodni, a lábamat kinyújtani, a kezemet, föl tudok állni az autóba, tehát nekem olyan, mint a limuzinban menni, és sétálok, jövök, megyek a kocsiba, semmi van. A pozitív dolgokat használja az Otto. Nem, egyébként mostában én nem vagyok így nagyon sztereotípa a nők szembe, szóval így vezetés terén. Én mostanában, amikor valaki nem megy előttem, én azért üvöltözök mindig, hát ez biztos telefonozik, és mellé érek, és akkor szoktam mondani, hogy na, hogy vessem a... De ti egyébként agresszív vezetők vagytok? Mint ahogy a Laci is elmondta, hogy te ideges vagy a másiktól, hogy mondjuk... Én nem, én egyáltalán nem, és nagyon jókat mulatok azokon az embereken, akik felidegesítik magukat vezetés közben. Én nem idegesítem fel magam, és tudjátok miért nem? Azért nem, mert mindig elképzelem... Van időm sminkálni. Nem, én lojális vagyok a többi autóssal szemben, aki előtt én megyek. Tehát, hogy azok mennyire dühösek lehetnek rám sok esetben, és én mindig azt mondom, hogy jó, hát ez biztos olyan, mint én. Igen, visszakapod a karmát. Én nem szoktam alapvetően ideges lenni, szóval én olyan ember vagyok, akit nagyon nehéz felidegesíteni. Mert hogy az itt nagyon sokat vezettél a városba, pláne. Taxisként, hát rengeteget. Azt nem szeretem, amikor tényleg ilyen alapvető hülyét telefonozik, nem figyel, vagy a nagyon-nagyon lassan megy. Egyébként nem csak a túlzottan gyors hajtás a veszélyes, hanem akivel kérdezik, irgalmatlanul lassan megy. Szóval a forgalomnak van egy tempója, és azt a tempót kell tartani. De ezt rengetegen nem tartják be, és tényleg pont ezért, mert múltkor ott a Hajni előttem sminkert, és 10 percig nem tudok kijönni, meg a másik az illetlenség, hogy nem engednek be. Igen. Én, ez engem jobban idegesít. Én átengedem a zebrán közlekedőket, én mindenkit. Tehát azt a kereszt bünteti egyébként, hogy úgy átengeded. Egyébként, de mások nem engedik át, mert gyorsan át szeretnék menni, de viszont nem szeretnék senkit megbántani, de én azt gondolom, hogy a férfias habitusú nők azok, akik ténylegesen jól tudnak vezetni. Igen. Én ezt gondolom. Itt mit látok ebbe? Most így, hogy belegondoltam, így Hajni mondta ezt a cikket, amivel te próbálsz itt most védekezni. Az egyetlen egy probléma szerintem pont ez, hogy az emberek sztereotípok a nők felé. Én szerintem még nem tudnak vezetni. Azt mondom. Azt. Igen. Szerintem amúgy most, hogy mondod, hogy a nők nem tudnak vezetni, szerintem a férfiak, igenis, én a Lacival értek egyet, hogy sztereotípak a nőkkel szemben, de hogy nem. Olyan sokszor van, hogy mondjuk... Azért vannak ezek a cikkek ott. Figyeljetek, mentek mondjuk... Mentek az úton, és megyünk. Te hibázol valamit, akkor a Laci azt mondja, hogy, és felteszed a kezed, hogy bocs, ne haragudj, akkor a Laci azt mondja, hogy jó van, haver, semmi probléma. Én csinálok ami hülyeséget, azonnal megkapom, hogy a szőke liba, te hülye idióta, stb. Azonnal üvölt velem a hapsi az úton. Akkor a tényleg a Hajni 4-es helyet visszarakja kettőbe, én meg, hát igen. Bár most visszatérve... Nem értek egyet a Hajnival.
az te vagy. Én egyébként én azt mondom, hogy mindenki szerintem ugyanúgy vezet, csak szerintem én most jöttem rá a megoldásra, hogy ez miért lehet. És egyébként ennek szerintem köze van így a cigány kérdéshez is. No! Pont azt, de várja, figyelj ezért. A sztereotípiák miatt, hogy például képzeljétek el, most mondok egy tapasztalatomat, hogy én jártam egy színész képzésre iskolába, és akkor arra jöttek az osztálytársaim, én mindig elvittem őket autóval, mert hogy én autóval jártam, és tudok vezetni. Na mindegy, nem ez a lényeg, nem viccelem el. És képzétek el, az egyik osztálytársam elhagyta a telefonját. És utána másik számra hívtak, hogy nem maradt véletlen az autóba, és esküszöm nektek, imádkoztam azért, hogy mondom, találják meg azt a telefon, mert mondom, nehogy azt higgyék, hogy én voltam. És pont ez, hogy ez annyira belém is bennem volt, hogy tudat alatt is nagyon rosszul éreztem magam, pedig nekem rohadtul nincs szükségem azért. Bocsáss meg, attól féltél, hogy azt mondják, hogy nálam maradjon is, hogy nem adom vissza. Úristen. Pedig ismertek, szóval ne legyen félreértés. Mi ismerünk. Várj, nem, most az arab telefonosokat is ismerünk. Utáltam meg utána. De nem, de tényleg, hogy ismertek engem, nem az, hogy új ismeretjük, hanem tudták, hogy vagyok. Persze, én abszolút értem, hogy milyen ember vagyok, mondasz, és igen. Érted, hogy tudatlan, hogy úgy, nehogy még, hogy véletlen se higgyék azt is, hogy érted, hogy elindult bennem is ez a gondolat, pedig azért már sok mindent tényleg elértem az életbe, és visszatérve erre a vezetésre, hogy szerintem a nők például pont ugye ez a szorongás van bennük? Igen. Hogyha nem lenne tét, meg nem azt mondanák, hogy úristen, parkolnom kell, és hogyha nem fog menni, szerintem pont a stressz helyzet, mert csinálni kéne egy ilyen tesztet, hogy kivinni tényleg 20 férfit, 20 nőt egy tesztpályára. Jó ötlet egyébként, egy tesztpályára, ahol nincsen nyomás, adom. Ahol nincsen teher, mert szerintem a nők is saját magukat frusztrálják be, hogy de hát azt mondják, hogy a nők nem tudnak vezetni, és akkor tényleg nem fog tudni beállni, és akkor csáv ott áll, és magát terhel. Viszont azt szerintem a sztereotípiáknak pont ezért kell ezeknek. Nagyon jó ezek példa. Nagyon jó, és mindenki szeretne mondani mindent, mert ez egy nagyon jó felvetés volt, Laci. Tényleg. És egyébként még a főzésben is ez a frusztráció jön elő a nőkbe különben, hogy biztos el fogom rontani azt az ételt, és nem tudom megcsinálni. Ez ugyanaz, amikor vendégek jönnek de hozzátok. Okos vagy, Laci. Hogy Istenem, mit fognak szólni, ki fognak beszélni, most nem lesz, hogy miért rontanám el, odaégett. Én erre csak annyit szeretnék mondani, igen, hogy volt olyan, hogy párhuzamosan kellett parkolnom. Rettentően félek a párhuzamos parkolástól, bár kis autóval járok. Az melyik? Az milyen? Hát amikor tudod, két autó közé tolatva vissza meg kell állnod, az a párhuzamos parkolás. Nagyon sokszor előfordul, hogy mondjuk mit tudom, Budapesten párhuzamosan tudsz parkolni. Mi történik? Állnak ott a pasik. Olyan szinten blokkolok. És mindenki téged néz. És mindenki engem néz, szőke is vagyok, nő is vagyok, az Istenét neki, és tutira nem tudok beparkolni. Ha nem állnának ott a hapsik, mondjuk nők állnának ott, elsőre simán beraknám az autót. De tuti, hogy ott állnak pasik, akkor legalább 3-4-szer neki futok, hogy megtalálom. Elsőre én sem tudom mindig berakni külön. És hajam sincs. Pont ez az, hogy az ember saját magát frusztrálja. Különben te most a nőknek a védelm, tehát nem tudom, hogy autó angyal vagy most, te vagy a sárga angyal, mert megmentetted a nőknek a becsületét, és mindenben igazad van. A más meg a visszatér a férfiakra, hogy nekünk meg annyira túlzott az önbizalom, úgyhogy pont azért merünk bevállalósabbak lenni, hogy tényleg beférek ott még, hogy a férfiak szerintem ebből a szempontból pont magabiztosabbak, mert ők is úgy vannak, mi vezetünk jobban. Hogy ebben a tudatban vannak, és egyébként nagyon érdekes mentális dolga van, hogy tényleg, hogy akkor elhiszed, akkor tényleg meg tudod csinálni. Ez így van, ez az életre is kihat különben. Mindenre kihat. És különben meg minap történt velem, hogy egy óriási helyre nem tudtam beállni. És azért nem tudtam beállni, mert nem tudok beállni, hanem mert agyilag teljesen máshol voltam, mert hogy nem arra koncentráltam, hanem a problémáimra is, és nem tudtam odafigyelni, még a sírás is rám jött. De imádom! És hogy agyban is, még akkor is rendbe kell lenni agyilag az embernek, amikor egy parkolásról beszélgetünk. Mert nem tudjuk, hogy kinek milyen problémája van az életben, és Laci, én meg foglak téged csókolni, komolyan. Jaj, nagyon szeretlek. És visszatérve ma saját példára, hogy nekem például, amikor azért tudjátok, én szerintem tényleg nagyon jól vezettek. Szóval rengeteg a rutin, a kilométer. Tudom, most jöttem veled az autópályán. De amikor apám beül mellém, akkor van úgy, hogy feszélyezve érzem magam. Hogy a kisugárzás meg, hogy ő ott ül, érzem magamon, hogy feszengek, hogy nem bírok koncentrálni. Volt, hogy éppen, hogy csak valami előtt megálltam, mert nem akarsz, hogy rám szőn, hogy nem tudsz időben. És befeszültem tőle. Szóval tényleg ez, hogy az embernek legyen önbizalma, legyen magával tisztában, ez nagyon
nagyon-nagyon sokat számít. Most viszont akkor szerintem tényleg ezt most tegyük egy kicsit félre, és én azt szeretném kérni, hogyha van olyan hallgatónk, aki ilyen autóiskolában, vagy bármiben van kapcsolata, vagy esetleg tampáján, lenne egy ilyen opció, vagy milyen konstrukciót tudnának nekünk felajánlani, mert tényleg szívesen elmennék 20 bármilyen férfi valaki vagy jelentkezik, vagy valahogy kiválasztjuk őket, illetve 20 nővel, és egy tampáján felelősség nyomás nélkül megnézni azt, hogy tényleg a férfiak vagy a nők vezetnek. Ez egy nagyon szuper dolog. Azt szeretném még felajánlani, hogyha sikerül ilyen, hogy akkor az videóval fogjuk rögzíteni. Természetesen. Írják meg a kedves hallgatók azt is, hogy fiúk vagy a lányok vezetnek jobban. Illetve aki ebben részt venne. Na gyerünk! Köszönjük szépen a figyelmeteket, a Csókolak Rádió Podcast 6. adását hallottátok. Műsorokat megtaláljátok a Facebookon, a YouTube-on, illetve már Spotify-on is. Ha tetszett az adás, írjátok meg nekünk a megosztásaitokat, nagyon-nagyon köszönjük. Ha még van téma ötletetek, akár csak ma Kökénypanninak, akkor írjátok meg nekünk is, mi beszélünk róla. Köszönjük szépen, csókolak titeket, csókolunk mindenkit. Sziasztok! Sziasztok!